Üdvözlök mindenkit a mai témánk. Mi nem a narcizmus, tehát itt nagyon nyomatékosítva mondtam ugye a nemet, mert manapság tényleg mindenhol azt látom, hogy ez a narcizmus ez egy ilyen divat szó lett, és itt boldog-boldogtalanra már rá van húzva, hogy ez az illető egy, egy narcisztikus. Tehát a narcizmus az egy spektrum, és ezt én is nagyon sokszor elmondtam, és mások is elmondták, hogy a narcizmus, tehát egy skála, nem mindegy, hogy valaki ezen a skálán hol helyezkedik el. Egy egészséges narcizmus az majdnem minden emberben van, és ez jó, hogy van, ez kell, hogy legyen, ezzel az égvilágon semmi gond nincsen. Ők a skálán a 4-es, 5 és 6 szint. Aztán ott vannak azok, akik erőteljes narcisztikus vonással rendelkeznek, ez már nem jó, ez már rombolóan hat a környezetre, de ettől még nem személyiségzavarosak. Ők a skálán a 7-es, 8 -asok. Aztán utánuk jönnek a 9-es és 10-esek, ők a patológiás eset, ők azok, akik narcisztikus személyiség zavarban szenvednek. Tehát a narcizmus az egy skála. Ha te találkozol ugye egy férfival, egy, vagy egy nővel, és ez egyén, ez valami miatt hiú, attól ő nem narcisztikus. Tehát a hiúság az nem narcizmus. Tehát, hogy az, hogy állandóan nézegeti magát a tükörben, vagy self-selfiket csinál non magáról, posztolgatja ugye ezeket a közösségi médiába, és várja a csodálatot. Tehát ez nem narcizmus. Mondhatod, hogy a hiúság a, a, narcizmusnak egy formája, de a hiúság maga sosem szül narcisztikus személyiségzavaros embert. Tehát a narcizmus az nem egyenlő a hiúsággal a narcizmus nem egyenlő azzal, ha valaki jól néz ki, sokat ad magára, közösségi média felületeken állandóan posztolgat, állandóan magáról csinálgat szelfiket, attól ő nem narcisztikus. Ha egy férfi vagy egy nő, aki tetszik neked, és nem viszonozza a szeretetedet valami oly folytán, nem viszonozza az érzéseidet, ő attól nem narcisztikus. Tehát nem hívhatsz egyszerűen mindenkit narcisztikusnak, csak azért, mert frusztrált téged, vagy valami miatt haragszol rá, vagy, vagy tett egy olyan dolgot, ami neked, amivel te nem tudsz, nem tudsz azonosulni, attól nem húzhatod egyszerűen mindenkire rá, hogy ő egy narcisztikus. Ha mitológiát nézed, akkor igen, a narcisztikus ugye a szép fiatal görög vadász, aki ugye beleszeretett a saját tükörképébe, és egy nagyon hiú ember volt. De te a haragod és a, tényleg a frusztrációd miatt egyszerűen baromság mindenkire azt mondani, hogy narcisztikus, mert nem az. Tehát ha most nagyon okoskodni akarsz, akkor igen, akkor a mitológiára hivatkozhatsz, hogy ugye a hiúság a nácizmusnak egy formája, de a nácizmus, a nácisztikus személyiségzavar az ennél sokkal több. És ami fontosabb, sokkal, de sokkal komplexebb, mint a mitológiai ábrázolása. Tehát, ha valaki szimpla szeretőként tart téged, és te ebbe belemész, vagy kihasználnak anyagilag, vagy bármilyen más módon téged kihasználnak, igen, tényleg ez egy szörnyen rossz érzés. És ez egy nem szép dolog a másik féltől. Ez egy nagyon nem szép dolog. De van a narcisztikuson kívül egy csomó más szó a magyarban, amit használhatsz erre az illetőre. Nem mindenki narcisztikus. Vagy mit mondok egy példát? Jó, itt van ez a csávó, randiztam vele, arra sem volt képes, hogy visszahívjon. Micsoda egy narcisztikus. Vagy itt van ez a csúnya narcisztikus, aki engem szeretőnek tartotta a felesége mellett, és csak kihasznált, hát hogy lehet valaki egy ekkora narcisztikus? Nem, lehető tényleg egyszerűen egy bunkó pöcsfej, vagy egy, egy retardált barom, egy idióta, vagy akárki más, de ettől ő nem narcisztikus személyiségzavaros. Tehát a narcisztikus szó jelentése az napjainkban tényleg totál el van túlózva, túl van spirázva, és mindenkire rá van húzva. A narcisztikus személyiségzavarnak kilenc, 9, ismétlem kilenc jellemvonása van, és ebből a kilencből hatnak meg kell egyeznie, hogy valakire azt mondhassuk, hogy igen, ő egy narcisztikus, ő egy narcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember. Tehát ezek a diagnosztikai kritérium. Tehát attól, hogy valaki csak hiú, és tényleg vagy egoista, egocentrikus, az nem egyenlő azzal, hogy a narcisztikus személyiségzavarban szenved. Hát már ennyit, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, like és csatornámon már sok tartalom van feltöltve, lehet valamelyik kérdésedre, ott van a válasz. Köszönöm a figyelmet!